Csiga feldolgozó. És akkor oda elmentem, és képzeld el, hogy szalmonellás lettem. Kuri, hol vagy? Élsz még? A gyerek így fölnézett, látta a furógépodban hóban, meg minden, és én meg sehol se vagyok. Jézusom! Egyszer csak így eldobtam a furógépet, mondom, úristen, és bum, leestem a háttal a palatetőre. Körülbelül olyan 8 méter magas volt az egész tető, szóval lepörgött az életem, és talpra leestem két almás láda közé, képzeld el. Te meg hol jöttél le? Mondom, gyertek, mondom, megmutatom. Nem emlékszek 100%-ra mindenre, ami az életemben történt, de... Ezt elhiszem, hogy nem felejtél. De ez kemény volt. Azt de hol voltak? Egészen a határőrségnél. Hát. Csókos voltam, nem titok. Hát de gondolom, hogy a raktárban azért egy-két üzlet összejött. Nem vagyok rá büszke, de összejött, megtanított rá a főnököm, csak egy kicsibe csinálta, én meg nagyban. Szóval nem loptam, csak cseréltem. Ja, ezt kihagytam. 2006-ban megnyertem a zöld kártya lottót. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Csináld már a csapó. Ja, csapó. Egyszer majd levesszük, bár az nem lehet lecsapni, látod? Ja, ott a csapó. Mert azért, mert nekem a filmek a kedvenceim, tehát én szívem szerint filmrendező lennék, imádok a kamera előtt is lenni, de mögötte is nagyon jó. Iszonyatos sok elképzelésem van minden, de úgy tűnik, hogy ebből most kifutottam majd a következő életemben. Már hallhatátok egyébként a mostani vendégünket, Horváth Kareszt. Hello! Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit. De jó, hogy eljöttél, többször ígérted már, hogy eljössz, nagyon-nagyon vártunk, a múltkor is 4 napot együtt kellett éljek a nap, a Sizár Petivel azt mondta, hogy érkezel, és nem jöttél, de most eljöttél, hála Istennek. Örülök. Téged itt az amerikai közösség nagyon-nagyon ismer, hiszen te ilyen, én mindig azt látom a Facebookon, a bejelentkezéseidből, hogy Magyarország, Amerika, Florida, persze ugye az Amerikán belül van, akár Los Angeles, bárhogy mész mindenhová, mint hogyha lehet ilyet mondani, mint a mérgezett egér. De jól csinálod, nem vagy ilyen egy helyben ülős, mint én, hanem te mész. Muszáj élni. Nem annyit megyek, mint van egy nagyobb barátom, az Áron, ő még többet megy. Ja, Áron, aki volt itt nálunk vendég, tehát ne is beszéljünk róla. Nagyobb barátom, ő aztán mind a két mérgezett tegér. De ő tényleg a barátod egyébként? Igen. Jó. A legjobb barátom. A legjobb barátod. Szóval de most ne az Áronról beszéljünk most, majd úgyis meg közben is jön majd, hogy az Áronnal, minden Áron. Na, igen, tehát hogy te röpködsz össze-vissza, mész mindenhová, intézed a dolgaidat, meg ugye diszkózol is, sőt, van egy saját helyed is, amit nagyon-nagyon okosan jól megcsináltál. Bár én még nem voltam soha, de ez ügyes húzás volt. De remélem, hogy egyszer el fogsz jönni, odaérsz te is, már nem diszkózom. Szóval a diszkósom az a Sizára Péter, én csak a barpultos vagyok, én a embereket ítatom a Joker erejére. De miért hajtod abba? Miért nem csinálod? Megöregettem, és a gerincemben bajom van. Régóta szenvedek vele, 30 éve, de eljött az idő, hogy nem bírom hangfalakat pakolgatni. Setupolni, 4 óra setup, buli után le, egész éjjel ugrabugrálni, mert én ilyen ugrabugrálós bolond hobby DJ voltam, vagy vagyok. Nem keverős DJ, hanem csináltam a hangulatot az embereknek. Valakinek tetszett, valakinek nem. Én ilyen vagyok, ennyi zenéltem 14 évig itt kint, és abba hagytam, de szerencsénk volt, 6 évvel ezelőtt találtunk egy házat, vagyis a feleségem, és azért mentünk bele a házvásárlásba, mert a ház alatt van egy nagyon jó pince, basement, angol, és azt megcsináltam, úgyhogy mai nightclub. Hát ez... És az összes cuccomat, amit összegyűjtöttem a sok-sok év alatt, a végére nagyon jó cuccom lett, a fény is, a hang is, minden, és azt oda beszereltem. És beszereltem, nagyon jó. Ehhez csak gratulálni tudok egyébként, mert ez akkora ötlet, mert hogyha így mondod is, hogy már nem diszkózol, hanem pultozol meg egyáltalán, hogy az egészért vagy felelős, meg odafigyelsz, akkor ez hosszú távú dolog is lehet, hiszen ezt akár 60-70 évesen is csináltad. Ja, belefér végül is. Szóval évi 3-4 buli, azt mondta a feleségem, az belefér, mert azért az kemény, hogy figyelj, előtte 2 nappal készülünk rá bevásárolni, mindent előkészíteni,
mindenkivel leszervezni, akik jönnek főzni, bográcsba szoktunk főzni, a Arturék szokták hozni a rántott húst, a paprikás étteremből jobb barátaim, néha Papzoli szokott kajákat csinálni, kiváló finom kaját csinál, Áron barátom, babgulyás, egyebeket, mindent, és a Gyurci szokott főzni, Gergő barátom is. Szóval összehozzuk, és utána reggel 4-5 órakor vége van a bulinak, lefekvés, ott alszanak 8-9-10 ember, akik megtisztelnek bennünket, és köszönöm szépen nekik mindig, akik lejönnek Connecticutből, New Yorkból, rengetegen ott alszanak a hotelokba, a környező hotelokba, és akkor mindenkit várunk vissza, 9 óra fele már mindenki fönn van, reggelizni, és akkor onnan megy mindenki a dolgára. Peti a, hogy mondjam, amikor a Peti elindul, akkor elindul mindenki. A Peti nem indul el, és 5 órakor is még ott van, megnézzük ott a podcastet a délbe, ugye? Az újat el kell indítani, és de a Peti elindul időben, akkor vagy követi mindenki is. Mindenki, átbeszéltük a bulit, jó volt minden, faszolt minden. És akkor utána 2 napig pakolás, takarítás? Ne, a feleségem az éjszaka. Összepakol szegényen minden, mindig mondom neki, hogy nem, de ő azt mondta, hogy rendmániás, és össze, még majdnem, hogy föl is most, hogyha olyan idő van, hogy sáros, vagy valami, és akkor tiszta dzsúva a flór, akkor még föl is most. De várja, az egészben az, hogy ez 1-2 ezer dollárba belekerül, mert a kaját megvenni, mindent megvenni, és utána még... Hát jó, te ebből elviszel ezeröt. És még a takarítás, érted, és a takarítás, az nem érted, házadba tudod, bejönnek az emberek, akármennyire haverok vagy barátok, de összemocskolják, érted. Persze, hát arra nem tud vigyázni. Hát figyelj, nem lehet rá vigyázni, szóval és nem is csinálják. De van ott szomszéd valaki egyébként? A szomszédok is, a nagy része azok ott vannak. Nálunk a buliban. Nagyon jó környékkel lakunk, és meg úgy van megcsinálva, hogy a zene az nem haladszik ki, le van szigetelve az egész basement, az ablakok, meg minden. Oké, mikor kint cigarettáznak, akkor kicsit hangoskodnak, de az első, talán mikor odaköltöztünk 5 éve, és az első buli, az egy jó sztori. Ugye ez a sztorikról szól. Van egy másik házunk is, onnan egy 8 perce, és ott mindig jött a rendőr. Ott 10 órakor, ott is ment a dübörgés, ott nem volt semmi leszigetelve, ott volt egy kicsit tiki bárom, és ott volt a buli. És a szomszédokat mindig hívták a rendőrt. És itt az első buli, már nem tudom mikor volt, de az első volt. És akkor még nem voltak leszigetelve a dolgok, csak épp, hogy meg volt csinálva a helység, de fények mentek, a hang dübörgött, és egyszer csak jön a rendőr. Na, szólnak, hogy Karesz, Andi, itt vannak a rendőrök. Mondom, oké, jó, semmi probléma, a feleségem kimegy, én már akkor jó izébe voltam, sépbe voltam a többiekkel, én is kimentem, mindig mondja az azt, hogy te csöndbe legyél, majd én beszélek. És akkor mondja a rendőrök, hogy nyugodtan ütöd be a számot, bemegy a szisztembe. Azt mondja a rendőr, oh my god, mit csináltál? Azt mondja, hogy nyugodtan ütj be, és csávó beüti. Ránéz a feleségemre, azt mondja, ti raktatok a 890 South Street-et. Ugye mondtam, hogy tudni fogod. És átköztünk ide, azt mondja, meg mondták, hogy welcome to my new house. Rendes rendőr volt akkor is, szerintem 3-szor kín volt. Aha. Csak ugye most hirtelen már régen nem látott bennünket, és akkor nem is vert meg egyből, de olyan meglátta a címet, és egyből tudta, hogy ez a ti közben ott volt tűzijáték is, akkor azt nem, hogy jönnek ki a rendőrök, mert nagy, akkor aztán volt Dérőrgés, hát az a fiamnak a tavaly, fiam itt volt kint, 30 éves születésnapját megünnepeltük, úgy, ahogy kell, és annyi minden volt az éjszaka folyamán, volt a hastáncostól elkezdve a Verem, amit csinálnak egy Volkswagen Jetta portát, szenzációs volt, és éjfél felé mondom, gyerekek, hát a tűzijáték. Szóval biztos, hogy most akar előni? Akkor már megint izé voltunk, tudod, gyorsulás. Persze, kimentünk a teraszra, mindenki kiment, hát szerintem voltunk egy ilyen 50-60-an, na és akkor elkezdtem lőni. Hát egy olyan 3-4 perc, de hangos volt. És akkor nem jött a rendőr, megúsztuk, és másnap, hogy az asszony viszik a szemetes zacskókat, meg minden, szóval a szomszéd, excuse me, hey neighbor, excuse me. És akkor mondja, hogy azt mondja, jó parti volt, meg minden, azt mondja, de itt a leesett a tűzijátéknak az a
a robbanó, a bucskapornak a tartója, tudod, és akkor rásett a kocsijára, és akkor a így nyomot hagyott? Nyomot hagyott, de nem megkarcolta, csak a puskapor leesett, és akkor lejött. Igen, a por, és akkor rámen, és mondtam neki, oké, okay, és akkor megfogtam a kezem, és letöröltem, és mondtam neki, nincsen damage, és akkor mondta a feleségemnek, hogy oké, okay, akkor fizetünk neked egy automosást. Azt mondta, köszönöm szépen, és kész az, de voltak komplénok, azt mondja, kettővel lejjebb, hogy úristen, mondom, sajnálom, kicsit mondom, elfejlettük, mondom, de muszáj volt előre. Nem voltak hozzászokva a nagy csöndben. Nézed, ott van. Aha. Ugyebár. Ott kivilágítva maga, ja, maga Peti, ház. Petit direkt hívtam, igen, ez állunk nagyon jól kifelé. Ja, Petinek a drón. A Petinek a drónja. Drónja lesz. Aha. És azóta nem adtam oda neked a footage-ot. Aha. És itt van. Hát igen, ez nem kicsi tűzjáték. Nem volt kicsi, nem volt olyan nagy, de nem voltak azok a nagy bombák, de egy ilyen másfél incsisek, és volt neki hangja. Meg szép is volt. Uh-huh, de jó. Kicsit kezdjük már korábbról. Tehát, mikor jöttél ki? Hány éve? Fú, jövő hónapban lesz 22 éve. 22 éve. 2002-ben. Hú, melyik városból jöttél? Zalaszentgyörgyről, Zala megyéből. Uh-huh. Egy normális nagyságú város. Szerettem ott lenni, ott is éltem egész életemben, Keszthelyen születtem, és szüleimmel laktam elég sokáig. Mikor befejeztem, asztalos vagyok amúgy, az igazi szakmám asztalos, és végeztem az iparival, és elköltöztem a nagymamámhoz. Kicsit szabadabb volt a dolog, nem messze, 5 perce otthontól, uh-huh. Csak elköltöztem, és akkor megindult az életem. Az első dolog, hogy 87-ben Metallica koncertre mentem Pestre. Wow. Addig az évszak, mondhatjuk, hogy a kommunizmus időszak volt, ugye? Uh-huh. Az már a vége fele, ja. Szóval nem mehettünk mi a diszkóba, iparis korunkba, mert a tanárok ott voltak, és akit megfogtak, azt hazazavarták. Uh-huh. Szóval az én szüleim nem engedtek el, hogy ne még véletlen se legyen ilyen kis dolog. És amikor meglett a ballagás, nekiálltam dolgozni, mondom, az első héten Budapest, igen, uh-huh. Metallica pokolgép koncert volt. Wow. Szóval hatalmas volt, és konkrétan én rocker voltam. Uh-huh. Ideig ér a hajam, csukroszorítók, minden, és ott a rockklubot csináltunk a Odu barátommal. Hatalmas volt. Akkor is így milyen, összefoglalva, hatalmas volt. Hatalmas volt, mert mindig ilyen hangfal megerősítő mániám volt, és rendes voltak kétkazettás Iva, Deck Magnum, videóton erősítőn, videóton hangfalak. Szóval mindig hurcipáltuk, volt egy kis klub, kis Szentgróton, és kibéreltük. És kibéreltük, ugye árultunk sört, meg uh-huh. mindent, tudod, néztük a volt videomagnónk is akkor már, néztük az Iron Maiden koncertet a videón. Szóval jó volt, egy jó pár évig nyomtuk, és utána mentem katonának, hajam levágatva, tudod, minden. Közben is jártam koncertre, és a 89-91-ben szereltem le. Én voltam meg a többi bajtársam, katonatársam, voltunk az utolsó másfél éves katonák. Én is utolsó volt. Mikor szerettél? 91-ben. 89-ben bevonultam, és akkor azt kérdezték tőlünk, hogy mi voltunk a dadogósok, hogy mikor szereltek jövő februárban. Aha, igen. Fú, nem panaszkodom, mert Egerszegen a határőrségnél. Hát. Csókos voltam, uh-huh. nem titok. Piros telefon, apunak volt egy jó barátja, a Pisti, és Fater intézkedett, és a törzszázadnál század aktáros lettem. Wow. Szóval egy hónap kiképzést kaptam a három helyet, mert a határőrnek 3 hónap kiképzés van körmendem, és én csak egyet kaptam, mert nekem a kiképzés az volt, hogy a raktáros dolgokat megtanuljam. Uh-huh. Ilyen vastag könyvem volt, amiért én feleltem. Abban volt a tüzelző rakétáktól elkezdve a fegyverekig, a uh-huh. ruháktól, minden. Szóval rengeteg minden volt, és jó helyen volt. Egy-két hétig nem mehettem haza, és utána minden. Minden hét. Minden hét. Nem, kiáron volt, mehettem, mert vinni kellett
a ruhákat mazeg mosodába, és akkor a nagy zilekkel mentünk ki, volt a sofőr, és akkor mentem vele, én vittem ruhát, hoztam be, szóval csalogattunk a városba. Nem egész nap, de tudod, bizonyos keretek között, és ugye a határőröknek tányér sapkája volt, a határőrök szerintem egy kicsit jobban nagyobb csávok voltak, úgymond, mert jobb volt a felszerelésünk, de én konkrétan én vámos, vagy vápos akartam lenni. De jobb, lehet, hogy jobb, hogy nem lettem az. Hát de gondolom, hogy a raktárban azért egy-két üzlet összejött. Nem vagyok rá büszke, de összejött, megtanított rá a főnököm, csak egy kicsibe csinálta, én meg nagyban. Szóval azt jelentette, hogy senki nem tudott róla. De ne is mondd el. Semmi. Ja, most már tudják, szüleim is megtudták később. Figyelj, üzlet volt, ott a laktanyában valaki UAZ motort adott el, én meg gyakorlókat cseréltem, de nem volt hiányom, pluszom volt, amikor leszereltem, szóval nem loptam, csak cseréltem. Ennyi volt a sztori, és a főnököm megtanított, én meg kicsit tovább gyújtam. Tovább toltam, és nem buktam volna le, ha nem lett volna egy csávó, mert volt egy, úgy nevezték, hogy butiksor. Tudod, a laktanyán belül voltak asztalosok, cipészek, villanyszerelők, köművesek, és úgy hívtuk, hogy butiksor. És egyik reggel megyek vissza, és bemegyek, azt mondja, hogy mi van, bukott raktáros? Így fogadtak a kinn a kapun. Mondom, mi van, mondom, bukott raktáros? Meg volt már az utódom, képzeld el. Bemegyek, mondom, a kis csávónak, egy nagyon egyszerű kis, aranyos kis gyerek volt, mondom, azt hiszem Tibi volt. Tibi, mondom, milyen helyzet? Nem tudok semmi, neki figyelj, mondom, barátok vagyunk, mondom. Mondd el nyugodtan, hogy mondom, milyen helyzet? Hát azt mondom, tudnak mindent. Jézus. Képzeld, egy csávót leívtak a cipészekhez, és azt mondták nekik, hogy csinál neki bőrcipőt, de le kell venni a méretet, és összekenték a lábát neki bőrfestékkel, ami körülbelül két hétig nem jött le a lábára. És akkor mondta, hogy na, tudjátok, még majd én a törzszáznál veszek 1500 ilyen súranót. Ott kész. De még jó, hogy nem dobtak futkosóra. Oda akartak a főnököm, a főfőnök, a százados, Sityu, az oda akart, és aki volt a közvetlen főnököm, az mondta, hogy ez a gyerek, ez tud mindent, hogy mi megy a laktanyába. Aha. Szóval megmondta neki, hogy ne csinálja. És akkor kaptam három hónap, vagy kettőt, már nem tudom, a végén. De nem engedte ki senkit. Olyan szerencsém volt, azért nem tudta senki sem, akkor tört ki a jugoszláv háború. Igen. És ízébe voltunk a mi laktanyánk, a nem tudom hányas zónába voltunk, hogy ha menni kell, akkor menni kell. Érted? És így a laktanya zárad volt két vagy három hónapig, szóval rengetegen jöttek be, látogatókba bejöttek, és akkor szerencsém volt, így titok maradt. De most már nem titok maradt. Most a poénnak fogom fel, akkor kicsit cidráztál. Kicsit izé volt, mert láttam, voltam azon a részen Körmenden, ahol a futkosók voltak és az emberkék, ott lefele mosták a lépcsőt. Szóval én azon mentem, mert ott meg kantinos voltam Körmenden. Az egyik munkatársam azt mondta, ha bemész, és kiadtánk első nap, és megkérdezik, hogy ki akart kantinos lenni, mondom, mi ez a kantinos? Azt mondja, az a büfés. Mondom, az jó. Föltettem a kezemet, és mondtam neki, mondom, általános iskolában is én voltam a boltos, én árultam a kiflit. Oké, de ez az egyik, majd másik volt egy ilyen kis alacsony kis csávó, ő lett a második, és nem kellett reggelytornára menni. Korábban keltünk ne többiek, igen, de nem kellett reggelytornára menni. Kávét kellett főzni. Kávét, és akkor mentünk, le kell menni a kakós, csigáért, meg mindent be kellett oda szerezni, és szóval én mentem azon a lépcsőn lefelé, és akkor kérdeztem, hogy mondom, ezek a lépcsők miért ilyenek, és azt mondják, hogy naponta többször mossák föl, nem egyszer, hanem több százszor, mit tudom én. És az idők során elkapott. De ott patyolat volt minden, ott, és az volt, és mondom, hogy mi ez? Hát azt mondja, itt vannak a jó emberkék, akik nem úgy viselkednek a katonaság alatt, és akkor ide hozzák. És belegondoltál, hogy mi lett volna, hogy ha? Hú, lefelé mosni a lépcsőt, az kemény. Az kemény lett volna. Na igen. Szóval megúsztam. És utána? És utána jött a leszerelés, és
Sütyű mondta, amikor megkaptuk a személyigazolványunkat, kijöttünk egy nappal előbb, ugye, mert mindig a nyulak és a határőrök, azok mindig verekedtek. Kocsma, berugás, és akkor mindig verekedés volt, hogy ki a jobb. Szóval minket kiengedtek egy nappal előtte, este. Uh-huh. És ne legyen baj. Szóval mi, ami kihozottunk, emlékszek, hogy mínusz 20 fok volt, nagyon hideg volt, leszerő zászló a hátunkon, és mi már mire jó voltunk, mentünk a buszmegállóba, mentem az Zalaszegről, az Egerszegről, a nyulakat akkor engedték ki. Mi már civilben voltunk, érted? Csak annyit tudták, hogy katonák vagyunk, hogy a zászló ott van nálunk. És mi lett belőle? Nem lett belőle semmi? Nem. Mi pont felszálltunk a buszra, meg mindenki ment hazafelé, ez reggel volt, az hét valaki, mert nyomtuk egész éjjel, és őket meg akkor engedték ki. Szóval láttuk, hogy a laktanyából jönnek kifele. Gondoltuk, hogy ezek a nyulak, mert mi az összes határőrt kiengedték, akkor ők meg azok jöttek a nyulak. Mekkora? Úgyhogy jó katonaságom volt, nem panaszkodom. Szóval mikor három hónap után odajött a korosztályom, akkor megkérdezték, hogy kicsoda, ő leszel elő. És mondták, hogy jó korosztályatok, együtt vonultatok. Csak én már akkor raktáros voltam. Most már nincs kötelező katonaság. Nincs. Szerinted jó lenne a mai fiataloknak, vagy kéne neki biztos, ilyen? Biztos. Azt, hogy most nekem én kiváltságos voltam, az a rendet akkor is kellett tudnom. Ugyanúgy a szekrényemben rendet kell csinálnom, az ágyamat rendbe kellett tartanom, a raktárban rendet kell csinálnom, ugyanúgy tisztelnem kellett a többi nagyobb fejesek előtt, a főnökök előtt. Ott bent rendnek kellett lenni. Hiába voltam én raktáros, lazább voltam, oké, volt két szekrényem. Volt egy laza szekrényem, amiben volt a walkmanem, meg a személyes cuccaim, és azt is kitaláltam, hogy volt egy másik szekrény, már megtettem, ami oda be volt stokizva minden. És volt a pénteken, már nem is tudom, minek nevezték, jött a főnök, és akkor a Végignéztem mindenkinek a szekrényt. Nézd, hogy hívják, mi volt az? Te voltál katona, Péter? Hogy hívták? Már nem tudom. Nem, igen, nekem se jut eszembe. Mindegy. Szóval megnézték, rendben van, becsukodott, kész. Uh-huh. Meg szóval. Az ágyot felágyazni, meg az a rend, hogy föl kell kelni korán, vagy nem, időben. Ugyanúgy föl kell kelni, minden többiek, de bementem a raktárembe, becsuktam az ajtót, aztán, ha álmos voltam, akkor aludtam tovább. ez valahogy még most is megmaradt, amikor a diszkók után a raktárba alszol a hegyben. Hát jó, csak a diszkó miatt ugye sokáig fönt van. A katonaságnál már nem nagyon tudsz 10 óra után már mozgolódni. Nem arról beszélek, hogy amikor itt diszkózott a Brömbrüszkön a hegyen, akkor mindig bemett a raktárba, és ott aludt. Aludtam egy jó pár helyen, zörgött a hüttő, meg az, minden felfolyott a sajján, de hát figyelj, ezzel járt. De az semmi, én olyan helyen diszkóztam, hogy maga a diszkóba aludtam el, és a fényteknikus toltam, hogy itt csak gyanús volt a tulajdon, meg a rendezőknek, hogy mi ez, csak akkor jöttek rá gyarultam, de nem róla. De várj, ez már akkor is ilyen volt, hogy 9 óra után. Nem. Na minden, ne is erről beszéljünk. Igen, katonaság után leszereltem, és akkor visszamentem dolgozni, ahol előtte is dolgoztam, a faipari szövetkezetbe. És egy jó pár évig ott dolgoztam, aztán csináltam egy fölmondtam, egyik barátom azt ígérte, hogy ő is megy katonának, és akkor postás volt, illetve Peti, és akkor hoppá. Ilyen nagyon laza munkája volt neki, és mondom én meg, és mondta, hogy átvertem nyugodtan, biciklivel terele, majdnem annyi pénzt, jó fizettek a postán, meg minden. Figyelj, pont akkor kaptam fizetésemelést, és fölmentem a horvát elnök úrhoz, nagyon kemény ember volt, mindig kalapba, öltönybe, ilyen uh-huh. mutató, hogy én vagyok a kiállapeg, egy elég alacsony, idáig ért nekem körülbelül. Uh-huh. Nagyon rendes ember volt, de kemény volt. És akkor fölmentem, és mondom, Feri bácsi, mondom, szeretnék fölmondani. És rám néz, hát de miért? Hát most kaptál fizetésem, és azt mondja, mennyit akarsz még? Nem, Feri bácsi, eldöntöttem, mondom, van ez, és azt mondja, hát oké, azt mondja, nem tudok mit mondani, azt mondja, el kell, engedjelek. Kimegyek az ajtón, összetalálkozok a csával az utcába egyből. Na mondom, mi helyzet? Akkor mondom, mikor vonulsz? Azt mondja, te figyelj, nem megyek be, mert kitalálták, hogy polgári katonának lehet lenni. Mondom, te most szórakozol velem, most mondtam föl a munkahelyemen. Azt mondja, hát sajnálom, hogy hát ő nem szeretne katona lenni, és polgári katona lesz, és mellette csinálhatja a munkáját. Ne csináld. Komolyan. Így lesatúzta, és már nem volt pofán visszamenni, hogy Feri bácsi, tisztelt, mondom, ott az utcába egyből.
Sok. Elhiszem. Hazamentem, és akkor a feleségem mondja, mi a helyzet? És akkor elmondom neki a sztorit, és úristen, szóval most akkor mi lesz? Mondom meg, én nem tudom. Mi lesz, minden, bocsánat. Engedd el a mikrofonálvány. Oké, bocsánat. És voltam csak, gondolkodtam, hogy mit lehetne csinálni, és akkor elmentem egy hétre. Ugyan voltam, elmentem egy hétre könyves mellé. Olyan könyves mellé, jó ember, a fia barátom, nem mondom a nevét, de nem a kanállal vitte föl a majtát a falra, hanem a vödörről. Mikor azt megláttam, itt mondom, három másodpercen már messzit szünetre, hogy itt egész nap keverni fogom a majtát. Nagyon, nagyon kemény munkás csáva volt, jó munkákat csinált, csak aki mellette volt, annak nem volt olyan kényelmes. Az gyakorlatilag meghalt. Nagyon kemény volt, figyelj, akkor még fiatal voltam, erő volt, minden oké volt, de kemény, és akkor megfogadtam, többet könyves mellett nem. Uh-huh. És akkor utána elmentem, megnyílt egy nagy diszkó, és hozzá a Szentgróton, akkor nősültem meg 92-be, és elmentem kidobónak. Egy ilyen 1500-2000 fős diszkó volt. Hoppá! És először voltunk csak ketten a Sanyika barátommal, szóval ilyen kiegészítő fizetés volt, de elég jó pénzt kaptunk. És a közben keresgettem, hogy mit lehetne csinálni, hogyan, merre, meddig. És a diszkóról majd később, és akkor volt egy csiga feldolgozó, és oda elmentem. Ismertük a franciákat. Majd elmondom, hogy hogyan. Csiga feldolgozó. Na ez legyen az egyik sornak a címe. Csiga feldolgozó, egy hatalmas nagy üzem volt. Ott több száz ember dolgozott. Környékből nagyon sok. Ilyen szezon munka volt, amikor a csigák ugye voltak, akkor összeszedték őket, és akkor hoztak, nagyon jó pénzt fizettek érte kilójáért. És akkor oda elmentem, és képzeld el, hogy szalmonellás lettem. Az a második vagy a harmadik hét után. Aztán. Otton belettem a pulykacomba ki, nyáron ki lett hagyva, és akkor beleraptam kettőt. Este már 40 fokos lázom volt. És képzeld el, hogy addig nem mehettem, amíg a székletem nem volt tiszta. Minden héten vagy két hétre kellett vinnem, szóval három hónapig tápénzem voltam, képzeld el. És visszamentem dolgozni, lejárt a szezon, és mondták, hogy akkor maradhatunk, de pakolni kell cukrot, hoztak ilyen hatalmas nagy csarnokok voltak, és akkor oda hozták a cukrot tárolni, valamilyen cég. És akkor ott húzkodtuk targoncával, meg minden. Egyik nap az összes barátom megjelent fönn a tetőn. Az egész banda. És mondom, ti meg mit csináltok ott? Azt mondja, te Joe-nak dolgozunk, azt mondja, a tetőt szigetelünk. Mondom, van fölvétel? Azt mondja, mindjárt szólunk a Joe-nak. Ja, azt mondja, gyere, mondom, várj, el kell menni fölmondani. Elmentem fölmondani, és akkor fölmentek a tetőre, és egy nagy lapos tetők voltak, ilyen foci pályányi nagyságú. És akkor megkapta a Joe ezt a nagy munkát, és ott voltunk egész télig, hóesésbe csináltuk. Ott volt egy balesetem. Szóval én furtam a betonfuróval a tetőt, és akkor volt egy ilyen légmentesítő szigetelés, és azt ilyen kalapos dübellel. Én megfurtam a lukat, egy ilyen jó hosszúval, és akkor jöttem a másik csávó, az meg ütötte utána benne, és akkor azt fogta le, volt egy ilyen nagy kalapja, amit itt is használnak a tankozásnál. És így mentem hátrafelé, csak furtam az kapucni a fejemben, így esett a hó. És megyek, és nem vettem észre az Attika falat. Annak mondták azt a felálló Attika falat, hogy elcsik az eső, akkor összegyűjti, nem lefolyik, ott nem volt csatorna, hanem benn volt a csatorna. És egyszer csak így eldobtam a fúrógépet, mondom, úristen, és bum, leestem a háttal a palatetőre. Körülbelül olyan 8 méter magas volt az egész tető, de közben volt egy palatető. Persze a palatetőnek voltak ilyen merevítői, én a palatetőn pont a merevítő közé estem. Szóval lepörgött az életem, és talpra leestem két almás láda közé. Képzeld el. Jézus! Így megálltam, tudod, egyszer csak kiabálják, hogy Kuri, hol vagy? Élsz még? Már gyerek is fölnézett, látta a furógép ott van, hóban meg minden, és én meg sehol se vagyok. Jézusom! Képzeld el. Okay. És mi bajod lett? Kimentem, megütöttem a bokámat. Nagyon szerencsés voltam.
Hát figyelj. És képzeld el, a többiek már nem voltak az irodában, a portán, ugye ott melegedtek, és meg befejeztük befejeztem ezt a művet, és megvártuk a fizetésünket, ez pénteki nap volt. Azt általában mindig vártuk. És én kimentem az almásládák közül, és akkor körbe elmentem előre. De csak egy lejárata volt a tetőnek, ami elő volt. Onnan látták, hogyha én onnan lejöttem, adott egy létre. És akkor jövök le, és te meg hol jöttél le? Mondom, gyertek, mondom, megmutatom. Ha átra mentünk, bazd meg, leestél. Mondom neki le. Úristen, na, azt mondja, na, akkor mindjárt lesz fizetésünk. Hívták a Joe-t, akkor már volt mobiltelefon. Na, a Joe 10 percen belül. Ott volt. Ott volt, hogy azt mondta, persze átvágták, hogy én már kórházba vagyok, meg minden leestem a tetőről, meg minden. Tudod, hogy komolyabbnak tűnjön, de szerencsére nem volt komolyabb. És szóval ez így jó, hát figyelj, jó végző. Ez kvázi olyan, mint mikor vannak ezek a műugrók. Igen. És most képzeld el, háttal leesik, gondolom, akkor ott megfordultál a levegőbe, ott volt a pala, az összetörött alattam, és mentem tovább, és megint egy szaltó, és talpra. Szóval, hogyha a oldaltesek, akkor a gerincem, akkor vagy a fejem az almás ládának, azért már nem volt benne alma, üres ládák voltak, és ennyi távolság volt az almás ládák között. Az ilyen méterszer méter, és apukám, újra születtél. Úgy, ahogy mondod. Tökre emlékszek rá. Nem emlékszek 100%-ra mindenre, ami az életemben történt, de ez kemény volt. Meg a fiúnak az arcát, mikor meglátták, hogy hol jöttél le? Nem jel, és akkor hátra mentünk a szakadó hóba. Jött a fizetés, akkor egy feles azért lecsúszott, nem? Utána ünnepeltünk a hétvégén. Egész hétvégén. Yeah. Ugorjunk már vissza egy pillanatra a diszkóba, mert mondtad, hogy megemlíted. Igen, szóval a diszkóba elkezdtük a Sanyika Balátommal, ketten voltunk kidobók, mellette is egy ilyen kisebb a drink barba Tűrén, ott voltunk kidobók pénteken esténként, ugye itt meg szombatonként volt a buli, de előtte is voltam kidobó, akkor pedig a Bonyhárt Palinak a diszkójában, az is Szengroton volt, ez egy kisebb, előtte nagyobb volt, ő zenélt itt ezen a helyen, és utána meg a zenét egy másik helyen, de jöttek az olaszok, megvették ezt a nagy helyet, ez volt az olaszengroti étterem, a Grót étterem, és az olaszok kicsit oda betették a lóvét, meg minden, kicsit különleges berendezés volt, meg minden, Las Vegas volt a neve, annól neki ilyen piros szőnyegen volt az opening, jöttek a YouTube-on a videófelvétel, jöttek a polgármester, a jó barátom volt a polgármester, meg szomszédom volt amúgy, és meg a tudod, a fancy emberek, azoknak volt egy különnyitó pénteken. Virágok, piros szőnyeg, minden, szóval jó sikerült, és ment egy, elég sokáig ment, olyan 6-7 évig én ott dolgoztam, de egy-két év múlva már voltunk, vagy 6-an, 6 kidobó volt, én voltam a főnök, én voltam a leggyöngébb, de én voltam a legismertebb, nekem volt a leghosszabb hajam, meg én beszéltem a legkevesebbet, többit nem kell mondani, igen. De voltak keményebb, birkozó kidobóim voltak, akinek valamikor könyörögni kellett, hogy engem már elmondom, elég volt, tudod, nem akarok neveket mondani, és voltak nagy balhék, nem velünk, hanem megint oda kell tárni, mert a fiatalok három üvegre esett a lábukra, három sör, és akkor ki a király, tudod, és ott olyan pofoszkodások, úgy csattogtak a koponyák, hogy mi csak annyit csinálni, hogy kivittük őket, és akkor oké, üssétek egymást. Csak ne bent, hanem kész. Ne bent. Szóval volt egy fegyveres, egy pisztolyos, nem volt igazi pisztoly, riasztó pisztoly volt, és akkor a rendőrök kint voltak, meg minden, szóval a bíróság, nekem ott kellemetlen, mert mindenkit ismertünk, mindenki haverunk volt, és akkor mindenki bementek a vécébe, majd a Kuri majd megvéd bennünket. Mi a Kuri majd minket véd meg, tudod? Nem, a Kuri nem véd meg, közétek állok, kimentek, és akkor ott ki lerendezítik, mert nem fogok senki mellé állni, nekünk az a dolgunk, hogy rendet tartsuk, hogy senki ne kapjon ott benne a verekedés közben egy rugást, vagy akármit. Nagy divat volt a Via Gáspré, benyomták a Gáspétnak, voltak viszkiátok, akkor kiment mindenki, egy 10-15-20 percig állt a buli. És nem tudtad, hogy ki volt az, hiába kerestük, néztük, volt olyan egy ilyen
50 centis puffon fönnálltunk, minden éjjel, és akkor onnan magaslatról, vagy a diszkós mellől, onnan néztük, volt, aki egész este pásztálott, mert jöttek idegenek is, érted? Voltak olyanok, hogy a bejöttek a sörözőbe, és nem tudták, hogy kik a kidobók, és akkor mi ott voltunk, tudod? Uh-huh. És akkor mondják, csak akkora balét fogunk itt máma csinálni. Én így nézem, mondom, ezek nagyon bátrak, mondom, ezek nem voltak még itt, mondom, és nem tudják, hogy kik vagyunk, mert ott szoktunk a sörözőbe lenni, és oda be lehetett jönni, sört inni, vagy egy szendvicset enni, a másik oldalt meg pénzért lehetett ugye a buliba menni. Na hát azok nagyon kikaptak, azok a gyerekek, és ahogy jöttek, úgy távoztak is. Szóval sokáig voltunk, és akkor a végére nagyon-nagyon-nagyon elharapozott a verekedéseknek a száma, és akkor a főnök megunta, és mi általában pénteken, mikor a Türén a kis kocsmai diszkóban voltunk kidobók, ott befejeztük egy ilyen éjfél, egyre fel, attól függ, hány vendég volt, és elmentünk Ajkára. Ott volt egy nagy diszkó. És ott megismerkedtünk a kidobókkal. Én sem vagyok kicsi, de az Anda Zsolti barátom az egy ilyen másfél fejjel magasabb volt, szóval mindig így fogtam neki a vállát, készült fénykép vagy valami, és mindig mondtam neki, hogy gyertek már egyszer egy buliba, meg minden. Hát aztán lejöttek. Lejött az egész galeri, már lehívták őket, és akkor azért rendet csináljak. De valaki kapott egy fülest, és akik a balhét szoktak csinálni, abból egyik sem volt ott. Szegény, aki másik, csak szórakozni volt, rosszul nézett, az kérdezés nélkül. Kapott ott mindenki. Hát, és mondtam neki, mondom, gyerekek, mondom, ezt mondom, nem kell csinálni, ezt a kareszt ne szólja bele, ezért jöttünk meg minden, tudom, hogy szarul jött ki, mindig mondtad, hogy gyertek, de mondom, nincsenek itt ezek az emberek, és volt, hogy engem kérdezzél, mondom, hogy kinek kell volna kapni, érted? Mondom, olyan gyereket vetterek meg, mondom, akik tudom, hogy megfogom, hogy kikísérni, azt leültetem, aztán el van, érted, mert dülöngél, be volt rúgva. Mert én tudtam kezelni, érted, de voltak olyan sztorik, érted, hogy velem szembe áll a gyerek, érted, és az várt, hogy üssem meg, hogy a hátam mögött a 3-4, 14-18 évesek, hogy engem megverjen. Egyszerűen direkt csinált, hogy itt a sört, és akkor így előtt én köptek ki a szájába, Szóval voltak kemény dolgok, és akkor ezek ugye leváltottak bennünket, és utána eljött az időszak, hogy bandáztunk itt is, ott is, amott is mentünk, bennünk volt a kidobó, mentünk bálokba, ide-oda havereimmal, az etemeccsekre, addig nem mehettem, addig szombat volt, és akkor sehova nem mentem, nem mentem a Magyar Tengerbe, nem mentem a Colorsba, mert nálunk ott mindig buli volt. Ugyan itt is nem voltam soha a Backcraftba, mert ugye én csináltam a bulikat. Igen. New Jersey-be, és mindig a B64-ba mentek a bulik, sok sztár vendég kijött, és akkor én meg itt vidéken kim voltam, de nem tudtam a nyújtokat, később mentem. És visszatérve, öntünk bulikba, és közben elváltam, sok jót csináltam, nem kell mondani, hogy mit szerintem, és az éjszakai élet nehézségeiből kifolyólag, amit bánok, de elváltam, megszület 93-ban a fiam, és amikor elváltunk, akkor szerintem volt egy olyan 6 éves körülbelül, és utána meg elmentem a szembe levő kocsmába, a Jenő bácsihoz, azóta a kocsmák neve egy Piccolo, elmentem pohárszedőnek, meg kidobónak. Mondta, hogy ne linkeskedjél, ne így áll, inkább gyere ezt a segítsél, nekem dolgozzá itt. Mert közben az új barátnőm, az Erika, kijött Amerikába, és akkor egyedül voltam otthon, unatkoztam, dolgoztam. Akkor elmentem a Simon műhelybe, akkor már ott dolgoztam a Simon műhelybe, az egy menő asztalos cég volt, ugyanúgy Szentgróton. Már sok kollégám oda ment már előtte a faipariból. És a főnököt is ismertem, szegény Laci bácsi elment, Isten nyugasztalja, és oda jártak a diszkóba. Mikor ilyen privát volt, és akkor ismert engem, hogy kidobó voltam, minden, és akkor mondtam neki, főnök, mondom, nincsen felvétel, meg minden, és mondja, hogy menjél be, azt mondja, hogy azt a beszélj ott az azt mondja, hogy betanítanak, meg minden, de mondom, én asztalos vagyok. Ja, hogy asztalos vagy? Jó. Azt hittem, csak én kidobó vagyok. Asztalos vagy, akik a fő vagy, mert hétfő menjél be, azt jelentkezi a Karcsi bácsinál, meg majd eszembe jut a másik főnöknek a neve. És
ott jelentkezzél, és mondok, hogy én küldtelek. Minden oda is mentem dolgozni, és akkor ott rengeteg szép dolgot csináltunk, dolgoztunk rengeteg helyen, Keszthelyen, Hévízen, Pesten a Gellért szállót mi újítottuk föl, tiszta új butorozatot csináltunk be, ott laktunk, akkor 80 ezer forint volt egy éjszaka. Ez mikor lehetett, várja? 99 körülbelül. De honnan tudod? Mert figyelek. Ha 6 éves volt a gyerek, akkor el, akkor mentem máshova, az 99. Igen, 99, ja. 99, akkor még nem volt meg az Erika, és szóra mentünk föl, mi voltunk a szerelők, mi is csináltuk a butorokat a műhelyben, és mi ittük el beszerelni. Szóval 80 ezer forintos szobákba aludtunk, képzeld el, mert a Dunára nézett, de a villamos is ott ment, az olyan hangos volt, figyelj, mondom, én inkább a belső fürdőnek a tetejét nézném, aludtunk olyanba is, mikor ez kézen volt, akkor átmentünk abba, szét volt botva, és akkor ott aludtunk a régi butorokon. Szóval funny volt, mentünk a fürdőbe, meg minden. Szóval az is egy jó rész volt az életemnek, és akkor onnan, mikor összejöttem az új barátnőmmel, akkor ő kitalálta, hogy ő már volt többször Amerikában, menjünk Amerikába. És akkor mondtam neki, hogy ennyi gondolkodás után, hogy oké, menjünk. Ő angoltanárnő volt, jó volt az angolja, nem volt mitől félnem. Na, oké, menjünk. Azt sem tudtam, hogy merre kell indulni. Soha. Az amerikai zászló tetszett volt, olyan póló, vagy pulóverem. De az, hogy most én Amerikába menjek, de konkrétan a nagybátyám akkor már itt volt. A nagybátyám kijött előttem 2 évvel. Ő kamionsofőr volt, len volt a Lamovába, de már nyugdíjas, most már hazament. Itt volt ő is több mint 20 évig. És mondom, oké, ha baj lesz, akkor majd fölhívom, majd mindentől, és akkor egyik valamelyik a hétvégén találkoztam a kinyitomi barátommal. Ő is focizott, diszkóba járt, ő is mindig mondta, majd a karecka megvéd engem, mert tudod, Tomi ekkora, nagy ízével, veszkocsizmával, és a szengrótba játszott, ott volt csatár. És találkoztunk, de már jó régen eltűnt, már jó régóta nem láttam, és akkor a Piccolo előtt találkozunk, Tomi, mi van, hol vagy, meg minden. Azt mondja, hogy kim vagyok Amerikába. Mondom, nem á, hanem oda készülünk, mondom, az Erika a barátnőm, azt mondja, tényleg, fú, azt mondja, ez tök jó, meg minden, és akkor közben kiderült, hogy az Erikának az egyik rokona, a Béla bácsi, az a Tomi ismerte, mert elvitte, nem Connecticutbe, hol voltunk? Clevelandbe. Ott volt foci csapat, és akkor Tomit oda akarták elvinni focizni, és ugyanaz a Béla bácsi, aki a barátnőmnek volt a rokona. És akkor dumáltunk sokat, és akkor mondta neki, Tomi, oké, mondom, hogyha ha kimegyek, akkor van akármi baj van, akkor már Philadelphiában volt. És mondom neki, hogy valami baj, jó, persze, hívja föl, meg ízét, tudod, oké. Na jó, szóval kétszer nem kaptam vízumot, azt is elmesélem, mert ilyen senki nem hiszel, csak én akkor már annyira be voltam indulva, hogy a csáva azt mondta, hogy 200 000 forintért intéz nekem vízumot. Mondom, hát biztos nagy csávó. Le lehet fizetni valakit, most azt mondom, hogy senki ne higgye ezt el. Szóval először, mikor elmentem vízumért, akkor nem kaptam meg. Így simán, be volt adva, és akkor nem kaptam meg. Az Erikának meg volt 10 éves vízumja, szóval ő mehetett. És akkor fél évente lehetett menni. És akkor megtaláltam valahol ezt a csávót, és akkor ő mondta, ó, majd én intézem neked ezt 200 ezeret, oda is adtam egy 200 ezeret, és akkor mondta, hogy mindig, hogy na, hogy fú, mindig már jelezni fognak, tudod, és akkor na, és akkor jeleztek, kivettem több szabadságot, hogy na, lehet, hogy ma, 10 óra, sem, nem jött össze. Én ezt annyira bevettem, hogy hihetetlen. És na, eljött a nap, hogy na, minden jó, megyünk. És akkor odaérünk, akkor volt már vízumkérelmi díj. És akkor kijön a nő, kiabálja, hogy akinek nincsen befizetve a vízumkérelmi díja, akkor egy sarokkal arrébb megy, és amit a milyen bankfoltot ott be lehet fizetni, meg minden. És akkor nézek a csávóra. Na, kiálltam a sorból, elmentünk befizetni a pénzt. Oké, na mondom, most már biztos tuti lesz, visszaállok a sorba. Bemegyek, ugyanaz a nő, ugyanaz a tolmács. Szerintem, na, mi történt a fél év alatt? Mondom neki, nothing.
Nem, annyira nem volt jó az angol, mert ezt tudtam, hát, hát nem tudod, hogy miről van szó, mondom, nyomozd a papírokat, aztán mondom, mehetünk, tudod. Te fogd össze, visszat a papír, azt baj. Wow! Kijövök, egyből a... Ott volt a fickó? Ott a fickó, annyira hitelesen csinálta az egészet, hogy volt mersze följönni, érted? Az Erika is ott vártak, hogy kijövök, ízé, ledöbbent arca, és akkor tudod, eljátszotta az ezért, hogy nem tört, nem, semmi nem történt. Ja, nem. És oké. Benyeltem, jó. Pár hónap múlva az Erika azt hiszem, hogy nem, ment tovább az élet, dolgoztam tovább, tudták a cégnél, hogy én akarok menni Amerikába. Ment tovább, nem kaptam vizumot? Nem kaptam vizumot. Oké, jó. Megy tovább a történet, minden oké, okay, buli, buli, ez az, gyerek nevelődik, meg minden, és egyszer összetálkoztam a csávának a volt barátnőjével, és a volt barátnője elmondta a sztorit. Azt mondja, apukám, Kareszkám, a te útleveled ott volt az összes papíroddal fél évig a csávának a fiókjába, a 200 ezerből azt mondja, csinált mindjárt egy 50 ezeres bulit, azt mondja, mindenki ott ünnepelt, basszus. És azt mondja, utána meg előadta neked ezt a dolgot. Jézus. Mondom, mi van volna? Azt mondja, és te ezt elhitted, azt mondja, ezt már nem egy, nem két emberet csinálta. Mondom, oké, okay, jó. Nem tudtam mit csinálni. És a csávó olyat csinált, oda jött a munkahelyemre, és azt mondta, ha nem hiszel, itt a kocsikulcs, itt volt a kezében, azt itt a kocsikulcs, vedd el, amíg nem beszél meg a vízumot, használtam a kocsiját. Uh-huh. De tudtam, hogy a csajnál a kocsija, szóval nem akartam a csajjal kiszúrni, uh-huh. Mert azzal járt dolgot. Itt volt a kocsikulcs. Azt mondta, nem hiszel, itt van, tiéd a kulcs. És ha megvan a vízum, utána visszaadod. Valamelyik nap jutott eszembe, hogy miért nem fogadtam azt a kocsit. Persze, utólag ugye minden könnyebb azokban a dolgokban. Oké, okay, és akkor utána telt múlt az idő, és a Balázs főnökömnek a fiával mentünk valahol munkáskocsival, Bazsival, és megláttam a csávót egy mercibe. Mondom, Bazsi, van időnk, még miért visszamegyünk a céghez? Jaj, mit szeretném meg? Gondolom, kövesd azt a kocsit. És utána, utána mentünk, a csávó bement egy hátsó udvarba, ahol én régen laktam. Ilyen kis utcák voltak, mind itt is, és akkor háttal is be lehetett menni az udvarba, uh-huh. De egy ajtóval, egy kapuval arrébb. És kiszálltunk, és még nem látszottam, hogy hey, mondtam neki nevét, nem akarom mondani nevét, mert akkor tudni fogják. És mondta neki, mi a helyzet? Ú, azt akartak hívni, azt van is nálam, azt mondja, 60 ezer. Mondom, oké. Okay. Pont volt nála 60 ezer, uh-huh. És mondom neki, de ezt mondom, válsz egy téglát. Azt mondja, minek a tégla? Mondom neki így a szélvédődbe. Azt mondja, csak azt mondja, hogy nem az ennyi a kocsi, azt mondja, hogy jövő héten adom a lóvét. Na, adott 60 ezeret, és utána héten adott még 140-et, meg még 20 többet. Szóval kamat is rászámolta a csávó. És akkor utána, oké, ment megint tovább az élet, és akkor az Erika nagyon be volt indulva, hogy menjünk ki két évre, keresünk pénzt, és akkor hazajövünk. Szóval nem itt terveztük abszolút, és talált egy hirdetést az újságba. Gipszkarton szerelő asztalos. Ilyen fogalom nincsen, csak az újságban uh-huh. volt. És elmentem a Mátyás hotelba, Pestre, interjúra. Egy jégkrém árus cég tette fel ezt a hirdetést, mint utána kiderült, 50 jégkrémáros jött ki, már azóta már a másik vagy a harmadik év volt, csak nagyobb volt a cég, és vettek fel új embereket, meg a csávónak vett új házakat. És keresett olyan embereket, akik felújítják a házakat, nekünk előbb ki kell volna jönni, és megcsinálni constructionbe uh-huh. a házakat, amiben laktunk. És mondta a csávó, hogy, és úgy kezdett az egész, hogy bementem, és akkor elém tettek egy papírt, és akkor 10 angol szót le kellett fordítani magyarra, 10 magyart angolra. Uh-huh. Szóval konkrétan egyet tudtam bele a shoes, a cipőt. És akkor mondja a csáva, hogy van kim valaki Amerikában? Na, nincs semki. Akkor már nagybátyám kim volt már. És mondom, senki. És akkor miért akarsz menni Amerikára? Honnan tudsz Amerikára? Mondom neki, a barátnőm volt kint babysitter, mondom, és vele akarunk jönni, mondom, neki van vizumja, és mondom,
És miért akarok kimenni? Mondom neki, van két jó kezem, mondom, bízok magamba, egy kis pénzt keresni, aztán mondom, jönni haza, aztán folytatni az életet. Ez hol a barátnőd? Erre is tökre emlékszek. Mondom, itt van kint, csaj, csettintettét a Tomásnak. Az Erikáig kimentek, az Erika jön be, az Erika megszólalt angolul, azt mondja neki a csávó, akarsz lenni a babysitterem? Szóval, ja, igen, igen. Oké, megfogták a papírt, összegyűrték ott előttem, azt mondják, egy óra múlva gyerték visszaindízni a papírokat. Wow! Képzeljen, agy az Erika megszólalt angolul, igen. És akkor mondták, hogy oké, nekem kell egy babysitter, van három gyerekem, és azt mondja, míg a feleségem intézkedik, a házakba a dolgokat csinálni, meg minden, addig kell egy babysitter, uh-huh. És nem volt nekik. Oké, fölvettek bennünket, rengeteget csúszott a vízum. És, de ők intézték. Ők intézték az egész mindenséget, és de megjelenni kellett vízumkérelemért. De uh-huh. Akkor már tudták, hogy kik mi vagyunk, megkaptuk a papírokat, és akkor vittük. Annyi kérdett a csaj, hogy árultam-e már fagylaltot. Van neki fagylaltot, nem mondom, t-shirtöt. Ah, oké, gurgurul. Papír alájé van. Mondom, megvan. És... ez szomorú dolog, de nem is kéne belemennem ebbe, mert az Erika kiment előbb, de előtte volt kint 5 hónapig. Amikor volt a szeptember 11, uh-huh. Ő 16-án jött volna haza, és ugye rá, hiszen még lezártak mindent, én otthon pont a vasoló állványomon éjfóliáztam valamit a nappaliba. És akkor hívnak, hogy Karesz, nézel a tévét? Mondom, nem, mi történik? Aztán kapcsol be, és akkor bekapcsol. Ott füstülnek ezt a tornyok. Ezt nem hiszem el, mi? Egyből hívom az Erikát, persze, ott égett a vala, senkit nem lehetett hívni abba, yeah. Abba a pillanatba. Úristen, mondom, most mi van, hogyan, merre, meddig? És akkor vagy 3 vagy 4 nap múlva lehetett telefonálni, de lezárták az egész mindenséget. És akkor a 16-a helyett jött haza 26-án. És a hazajött, minden rossz végelt a sztorinak, és most az én érzésem szerint valami nem stimmelt, és akkor meglett a vízum, én közben jártam föl Budapestre a Józsefvárosi piacra, ott vettem jó cuccokat. Uh-huh. Egy jó, nagyon jó vásárló voltam, rengeteg zoknit, pólókat, mindent, gondolom, tudod, hogy gyártották ott a ézéket, oda ment egy délet, megrendelted a színeket, belehímezték a mintát, a márkákat, és akkor délután mentem vissza érte. Uh-huh. Cipőket, zoknikat, több száz. Vittem haza, nem megrendelésre vittem. Ja. Szóval nem mentem ki a piacozni, azért ja. Az nem volt merszem. Uh-huh. Összeértem, hogy kinek mi kell, érted? Uh-huh. És akkor úgy megvettem, beletettem egy kis pénzt, és akkor pénz, mindig forgattam a pénzt. Uh-huh. És akkor elmentem utoljára elköszönni az emberkéktől, a zoknistól, a pólóstól, uh-huh. Az öregtől. És az volt a lényeg az egésznek, hogy hívtam az Erikát, és nem volt happy, hogy megkaptam a vízumot. Aha. Szóval akkor összeraktam a képet, mindegy, és akkor úgy elment minden amerikás vágyam, és elmentem a Pikolóba, és eljátszottam a repülőjegyemnek az árát. Oda leültem a géphez, és csak nyomtam. Uh-huh. Csak 500 forint volt egy gomnyomás, abban az időben azért az most se kevés, és kész. Bum, és akkor készen voltam teljesen, és akkor mondom, mit csinálják, meg minden, és akkor tök jó volt. Faterom jött be a kocsmába, látta ott a biciklim, a motor, azt hiszem, akkor ma volt egy robogom. Láttad a robogom. Bejön. Szia, mennyivel vagy benne? Mondom, 10 000-re. És pont jött 5 citrom. 10 000. Na, azt mondja, miért nem veszed ki? Mondom, tudnád mondani, hogy 110 000 vagyok benne. És akkor még nem volt vége. Érted? Elment, és akkor játszottam tovább. Na mindegy, azt összekaptam magamat. Mondom, én akkor is kimegyek Amerikába, lesz ami lesz. Érted? Uh-huh. És szereztem pénzt, nagymamám adott kölcsön pénzt, és utolsó pillanatban nagy jegy mizéria volt valami, nagyon sok vettem a repülőjét, és mentünk dollár venni a nyugatiba, 304 volt a dollár akkor, 22 évvel ezelőtt. És összekaptam magamat, és kijöttem. És akkor
elkezdődött az amerikai élet, oda mentünk el a jégkrémároshoz, közben közölték, hogy az összes házat megcsinálták, szóval nem kell dolgoznunk, de megkérdezte a csávó, hogy ha elfogy valami, akkor csinálok-e bármi, neki bármit mondom, bármi. Szóval nem izé volt, mondta, hogy lesz munka. Szóval az én dolgom az volt egy másik sráccal, hogy mi töltöttük föl a jégkrémáros kocsikat. Szóval ők este 11 órakor bejöttek, leadták a rendelést, hogy mi fogyott el nekik. Mi reggel 7-re bementünk, volt egy nagy hűtőkamra, abba bementünk, és összeszedtük az összes jégkrémet, cukorkákat, mi azokat meg kell tanulni azoknak a neveit. És akkor volt 50 truck, és azokat mindegy ilyen, izével ilyen rudas kocsival, ketten a rudas kocsit megpakoltuk, mind amikor a kioszba vittem a hangfalakat a rudas kocsit, úgy a rudas kocsival, mentünk a telepen körbe, ugye töltőn voltak a kocsik, hogy menjenek a hűtők, tudod? És amire 11 órára bejöttek a többiek, annak ready kellett lenni minden izének. És akkor elmentek, azt akkor csináltunk mást, érte, pakoláztunk, takarítottunk, mindenféle csináltunk. És ugye a ex-barátnőm eltűnt, és nem jött oda. Minden nap a főnök, hol a felesége? Where is your wife? Mondtam, hogy I don't know. Készen voltam teljesen, és egy hétig voltam ott. Péntektől péntekig. Csütörtökön átköltöztünk az őnek egy régi házába, egy tudod, az a szivacs, a szőnyeg alatt a szivacs, oda beköltözünk egy pusztulat házból. Úristen, mondom, nem is, meg akartam szökni hétfőn. Az én útlevelem nem vették el, mert nekem nem volt szorsos számom. De a többiek mindenkinek volt szorsos száma, idényre vonatkozólag, és elvették az útlevelüket, hogy ne tudjanak megszökni. De az enyémét nem vették el meg a másik csávait sem, mert ők bizniszbe dolgoztak, érted? Az árusok, azok bizniszbe dolgoztak, adóztak, meg minden, ők rendesen csinálták a dolgot. És akkor hétfőn meg akartam szökni, és akkor hívom a kinyót. Tomi, itt vagyok New Jersey-be. Azt mondja, hol? Neki New Jersey-be. Azt mondja, mi a fasz? Hát miért most hívsz? Hát mondom neki, mert jónak nézett ki minden, mondom. Mondom, hétfőn mondom, meg kéne szöknöm. Hát mondom, nem jók a dolgok. És ez az a kisrác, aki... Tomi, akivel otthon. Egy idősek vagyunk. És... Oké, azt mondja, mikor menjek, érted, van, várjál, le kell szervezni, mint az autószerelőkkel, hogy pár nappal összehaverkodtunk a kiszolgáló személyzettel, nem az árusokkal, mert azok kizék voltak, tudod, azok fönt voltak, hát mi vagyunk az árusok, meg voltak ugye az autószerelők, és meg mi voltunk ugye a raktárosok, és az autószerelőkkel összespanoltunk. És mi aludtunk egy izében, és akkor meg ők velük költöztünk el ebbe a szép házba, érted, és megnyugodt, tök jó lesz, ezt mondom, jó ágyunk van, meg minden, tudod. Nem mondom, mégiscsak menni kell, és akkor a csáva megelőzött. Oda költöztünk csütörtökön, és akkor pénteken reggel arra kellek, hogy menjél a riportra. És akkor bementem, és akkor mondja a tolmács, hogy sajnáljuk, de mivel a barátnőm nem jött, a felesége crazy volt, meg a csáva is, a gyerekek miatt, meg minden, ugye rengeteg mindent kellett intézni, és ki vagyok rúgva. És téged nem alkalmaznak. És nem alkalmaztak, szóval azt mondta, hogy nem kell hazamennem, oda megyek, ahol akarok. Képzeld. Wow. Azt mondta, oda megyek, ahol akarok. De jó, mondom, hogy hétfőn meg akartam szökni. Legalább így nem kellett megszökni. Érted? Hívom a Tomit, mondom, Tomi, gyere, értem. Azt mondja, mikor? Mondom neki, mondom, kirúgtak. Úr is, azt mondja, várj, azt mondja, és mondtam neki a címet, hogy hol vagyok körülbelül, azt mondja, fú, azt mondja, figyelsz, hogy dolgozok, és azt mondja, hogy felszállsz a vonatra, és azt mondja, oda fog hozni a 30-es utcára, Philadelphiába. Oké, okay. Jó, nem bénáztam, mondom, jó, összeszedem magamat. Srácok kivittek a vonatállomásra, az autószerelők. Ugye minden házhoz tartott egy kocsi. Kivittek, csak sok szerencsét, meg minden. Na, én felszálltam az első vonatra, ami ott beállt. Leülök, bőröndöm, kellett egy bakancsot vennem, meg kijöttem az Adidas torzió cipő, amiben majdnem lefőtt a lábam, amikor abba mentem be a konténerbe. Szóval mentünk a Walmartba, vettünk egy bakancsot, na, azt cipeltem, akkor zacskóba, egy-két cucc összegyűlt, téli kabát, meg minden, tudod? És leülök így magamba, mondom, jól van, mondom, mondták, hogy egy 5-10 perc alatt ott a vonat. Jó. Nagy oszlopokat fogok látni, mondom, biztos meg fogom találni. A vonat megállt, öcsém, lent, a föld alatt. Mondom, okay. Más irányba vitt? Nem, abba az irányba vitt, csak nem a fölülment a vonat, hanem lent. Lent volt a megállója. Na, mondom, mi kész vége.
készen voltam teljesen, de mondom, oké, elvettem a szótárt, forgatom, közben néztem, hogy kihez menjek oda, kit nézzek ki, embereket, tudod, és mondom, oké, nem találtam benne semmi olyat, ami segíthetne, és oda mentem a csához, és mondom neki, excuse me, annyit tudtak, picit tudtam angol, I'm looking for in the 30th street, csához, oh my god, train is back, van, aki nem beszél angolul, can you help me, és akkor odaadtam a szótárt neki, csához, hogy forgatja, taxi, mondom, thank you. Megtáltál lenni ezen szót benne? Nagyon rendes volt a csáva, figyelj, fogta a bőröndömet, fölmentünk az emeletre, bele Philadelphia hatalmas forgalmába. Megállítja az első taxit, nem mondom, az a 400 dollár volt, nem mondom, akkor, hogy annak. Akkor annak kakuk, itt mondom, hogy városnézés lesz, és mondom, pénzemet odafizetem az egészet. Uh-huh. Mondta csávó, hogy Budapestre jöttem, talára, és akkor ide akarok menni. Hallod? 5 percet a csávó odavitt a 30-es utcára. Egy baj volt vele, amit most már tudok, mint Uber sofőr, ne tudd meg hányszor elmentem az a helyen, ahol ültem 4 órát. Én az érkezési oldalra tett ki a csávó a taxival, attól még 4 órán keresztül másik oldalt keresett, elég nagy az a vasútállomás. És amikor látott engem a Tomi, akkor hosszabb hajam volt, és akkor kijöttem, le voltam fogyva, 20 kilót lefogytam. És rövid hajam. És rövid hajam volt, mert ott hajam. És néztem a forgalmat, és háttal. És a Tomi azt mondja, te ez a csávó, ott ül már órák óta, oda megyek már hozzá. És akkor egy oldalra lézett, azt mondja, bazd meg, azt mondja, jobban nem tudtam volna elbújni. Hát ezt mondom, úristen, mondom, de jó hallani a hangodat. 4 órán keresztül, ott, és telefonom, nem volt mobiltelefonom, volt a falon, ami már nincs ott, mindig megnéztem, már nincs ott az a fali telefon, de 25 centen sem volt, hogy telefonálják neki, és nem tudtam, hogy Tominek van mobiltelefonja. Mondom, biztos, hogy az ott jön, és akkor számogattam az időt, mondom, oké, ma hazament, mondtam, akkor oda megyek, de akkor ellopják a cuccaimat, meg ott remektem, és egyszer csak a Tominek meghallom a hangját. Kemény érzés volt, és most mondom egy-két embernek, hogy mondom, Fanny, mondom, itt ezen a kövön ültem 4 órát, mondom, 22 éves, és oh, really? Mondják, hogy wow, ez nem semmi. Hát főleg Philadelphia, tehát azért... Szép éria, de hát engem ott kitettek, és akkor néztem, számoltam a kocsikat, tudod. Tomi meg bent körzött a mindenhol, mert elég nagy távolságban az. De még jó, hogy nem ment el, hát akkor ezek szerint ő is. Egy darabig ott volt. Ott volt, persze, ott körzött, onnan egy órára volt neki a lakás, ahol lakott. És akkor megtalált, és akkor elmentünk, és akkor lenyugvás, meg minden, tudod, és akkor elmentünk, szerintem a másnap mentünk a Philadelphia-i Magyar Klubba. Ott mindjárt összebarátkoztam elég sok emberrel, és vettünk egy cuccot, ő segített cuccot venni, egy Gemini cuccot, hangfalakat, azt hiszem készbe volt, ja, volt egy mixerem, és egy ilyen fölnyitós ajtós, de tudod, melyikek igen. voltak azok? Igen. És elősítő, meg minden, és akkor Philadelphia-ban a klubban ott csináltuk közösen az első bulit. Mindjárt 2002-ben egy Halloween partit csináltunk. Tehát egy jó régi klub volt, eléggé lent volt már, de meghosszabbítottuk ugye a bulikkal anyagi szempontból egy kicsit bajabb lettek, tudták fizetni a dolgokat, legalábbis én úgy érzem, meg hallottam hallomásból. Egy jó pár évet még ment a klub, és akkor átértünk erre a diszkós vonalra, és akkor ugye Brunswickon volt a régi klub, és ott nem tudom, hogy voltak-e bulik annó abba az időbe, és Jerseyből jártak le oda jó páran. Valahonnan meghalották, vagy nem. Már nem tudom, hogy hogyan volt a izé. Vagy azt hiszem, akkor a Krisztiánt ismertem egy részből, egy hetet itt is voltam köműves. Volt egy főnököm, és elment Magyarországra haza, és akkor kellett egy, akkor még nem tettem meg, hogy egy hétig nem dolgoztam, kellett a munka, és akkor elmentem stakkósok mellé. Annyi volt jó, volt be az egészben, hogy megismerkedtem két jó sráccal, Lacival meg a Bobival. A Krisztián, meg azt hiszem a Krisztiánt, már nem emlékszem, hogy honnan ismertem a kis Krisztiánt, és ő intézte a faterának a munkája volt, és akkor oda mentem, Krisztián segített, ott laktam nála, és
Utána pedig ő intézte, hogy a klubba játszok. New Brunswick-on. Ők jártak le, az ő, uh-huh. az ő társaságuk uh-huh. jártak le oda. És akkor elmentünk, beszélgettünk ott, azt hiszem, hogy a, már nem is tudom, ki volt az elnök. Stankovicsék, talán Stankovicsék, akkor egy jó banda volt még ott. Minden, és akkor oda bekerültem, ott elkezdtük csinálni ott a jó kis bulikat. Már vittünk oda a sztár vendéget is, azt hiszem. Oda pakoltunk eleget, már le kellett menni a pincébe, és a felső, az első emeleten volt a színpados, a nagyobb terem. Mm-hmm. És akkor mindig oldalról pakoltunk be, mikor volt valami ízét. Szóval onnan elindult ez a diszkos karrier, úgymond. Sok hangosítást csináltam abban, mert akkor ugye foglalkozott vele Misi, az öreg, ilyen neve neki? A Varga, meg a... Varga, voltak egy jó páran. Meghalt a tör. Törpe, ja, az meghalt szegény, és akkor még volt még a szemüveges, milyen neve az öregnek? Diesel Joe. Nem a Diesel. Ja, és akkor kellett hangosítást. Igen, és mivel én voltam ott a DJ, akkor is komoly cuccom volt, és akkor én csináltam a hangosítást. Szóval nem írtam le, de megpróbálom a fejből elmondani. Egy jó párat csináltam. Szóval volt a dupla kávé, volt a MC haverek többször. A dupla kávét azt csináltam, vagy 5-szer vagy 6-szor. Azokat imádták, a dupla kávésokat. Akkor volt ott a Mario, volt a Postás Józsi. Postás Józsi az a anyósomnak a keresztfia. Képzel el, kiderült, hogy ez hogyan van. A Máriót pedig otthonról ismertem, amikor Türin kidobog voltunk anno, a falunapon mindig ők zenéltek, volt egy együttesük, az volt a nevük, hogy Unikum, és akkor összeharkodtam, és akkor itt találkoztam vele először, amikor a Lagzi Lajcsi jött ki talán 2004-be, Woodbridge-re, a hatalmas volt, vagy 600 ember volt, fullon volt. Lagzi Lajcsi, és Mario, és a... Bocs, de a Mario a... Harmonikás. Mi van vele? Majd elmondom. És volt a Csocsesz. Ebben a hármas felállásban. És akkor a Marihoz mentem, hogy hol ezt, ki jöttél hangosítani nekünk? Nem mondom, itt élek, mondom, megy két éve, meg minden. Uh-huh. És akkor még nem én csináltam a hangosítást, nem tudom kicsoda. Lehet, hogy Misi, valaki. Ott abba buli, akkor még nem voltam izébe. De mikor legközelebb jött a Mario és a Postás Józsi a Brunswicki klubba, akkor már az én cuccomon uh-huh. zenéltek. És akkor volt itt a Padödő, volt itt a Győzike itt Brunswickon, akkor Arany Fecó, Isten nyugasztalja, a Korála, akkor csináltuk New Yorkba a Piramist, csináltuk, mondtam, hogy össze kéne írni, rengeteget csináltunk be, akkor Annibal Cannibals, azok is tök jó fejek voltak, tavaly nyáron találkoztam velük, ott vagyunk a... Én ilyen vagyok mindig egy sztorival, de majd visszajövök, mert el kell mondani, mert elfelejtem. Mm-hmm. Ott vagyunk nyáron az Áronékkal, a fiamékkal, és ott vagyunk, elmentünk Majka koncertre, és utána kimentünk ott valahol egy ilyen helyre, ahol elég ismert emberek voltak, majd ott a Béres is. Ott találkoztam a Béressel, meg ott találkoztam a műsorvezetővel, a Bencével. És nyílik az ajtó, ezek még jönnek, Kuri, szevasz, hát figyelj, olyan jó érzés volt, hogy a nevem szólított, érted, hogy megismersz, mit csinálsz, mondom, téged váltalak, hogy mondom, gyerek, az ajtó, nem is tudtam, hogy ott vannak, érted. És akkor meg volt a koncert, és akkor ők meg jöttek ki, és akkor a Véressel meg ővel csinálják egy közös képet, és egyből küldtem Petinek, hogy Hello Kitty. Mondjad. Nem, csak az a poén, hogy már több mint egy órája beszélünk. És még nincs vége. És várjál, nem, és csak most jött ki Amerikába. Ugyanaz van, mint a Rálickertem a százikatásnál. Ezt majd egyébként folytatni kell. Szerintem is. Nem érünk a végére. Nem, abszolút. De amiket meséltél, tök jó volt eddig. De azért nem is kérdeztem bele, mert annyira folyamatosan ment a sztori, meg tényleg ez a katonás dolog is ugye megvolt, meg minden. Meg ez a másik, ugye, ami minden műsorban megemlítünk, hogy egyetlen egy mondat, vagy egy szó valakinél beragad, inspirálod, akkor már
nem arra, hogy jöjjenek ki, hanem csak, hogy esetleg ő is el tud valamit otthon kezdeni. És mondtad ezt, hogy 200 000 forintot kifizettél az embernek, és mégse jött össze. Ez igen nagy tanulság, meg még most is hallok ilyeneket, hogy a zöld lottóval csinálják. Figyelj, ezt kihagytam. 2006-ban megnyertem a zöld kártya lottót. Esküj. Ja, 2006-ban. 3058-as volt a számom. De semmit nem tudtunk róla. Elmentünk az ügyvédhez. Az ügyvéd azt mondja, ez sima ügy. Ide jött a levél. Egyik este csináltunk egy partit nálunk, Balázsot összehívtuk, és 10 ember adtuk. Ha a feleségem nyerte volna meg, akkor sima ügy lett volna, mert az Andi, az anyósom kijött. Régen, 25 éve, 26 éve. És míg az Andi és a sogorom még legálisak voltak, az anyós beadta a Child Egyesítési uh-huh. programot. És az Andi volt egy case number-e. Szóval, hogyha az Andi megnyeri, akkor ő státuszba volt. Uh-huh. Szóval összeásodtunk volna, és már 2006-ban nekem van az uh-huh. kártyám. Mindegy, elmegyünk az ügyvédhez, és azt mondja az ügyvéd, hogy milyen státuszba vagy. Mondok, illegó. És fogta az egész paksemújítomot, jeltolta oldalra, elkezd ütni a komputert, akkor még ezek nagy izék voltak 2006-ban, ugye nagy monitorok, kifordított elénk, és akkor ott volt a törvény, hogy amikor volt a szeptember 11, akkor ezt megváltoztatták, hogy aki itt van illegálisan, és megnyeri a zöld kártyát, az nem kaphatja meg. Szó, amikor reklámozták, hogy ennyi pénzért én beadom neked minden évbe, akkor én odaértem, hogy azt is írjátok oda, ha valaki illegális, és a vérlem megnyeri, akkor nem kapja meg. Uh-huh. És mondták, hogy menjél haza, hazudjál. De mondom, már mit hazudjak, mondom. Bankkártyám volt, kocsi biztosításom, szerinted ezt le lehet tagadni Amerikába egy szisztembe, hogy hazamegyek, és én nem voltam Amerikába, és akkor csinálj meg a papírokat, és akkor kész, és akkor odaírtam, hogy ezt azért ne vágjátok át az embereket. Uh-huh. És benne vagyok egy amerikai bevándorló csoportban, hát ott is olyan sztorik vannak, hogy hihetetlen. Akkor majd következőben ezt is megbeszéljük. Figyelj, Ez valami brutál a sztori történet, de ez jó, ez tetszik. Én mondtam, azzal kezdtük, hogy ezt csak beszéljük át az egészen, mert különben itt fogunk ülni egészen, és nem akarom. De maga a meeting is tartana legalább 3 óra hosszáig. Körülbelül. De ez a megbeszélés tulajdonképpen. Ez volt a megbeszélés, azt mondja, jó megbeszéltük a dolgokat. Mi csak itt ültünk Péterrel, figyeltünk, sasoltunk, de majd ez folytatunk. Még vártam a kérdéseket, csak... Hát nem tudunk megszólalni, figyelj, úgy mondtad, hogy igazából ez nincs, nem is tudtalak vezetni, hogy én mit szeretnék valami, hogy mert annyira jó volt a sztori, hogy nekem ez bejött. Ezért lett a Karasz az új műsorvezető a 2000-es után. És azt mondják, hogy tényleg a Karasznak kéne csinálni. Ő vigye tovább, nem? Nem, ti ezt nagyon jól csináljátok, szerintem. Jobb. Igaz, én az elején mondtam Petinek, hogy sose lesz bele semmi, őszinte vagyok, de ahogy én ide beléptem ebbe a stúdióba, ez egy nagyon komoly, és remélem egyszer megtaláltok azt az embert, aki majd egyszer ennél sokkal nagyobbá teszik. Mm. Ugye kicsit megúrod, mikor itt volt a, hogy kell mondani a nevét? Trutka. Igen. Frutka. Én rosszul mondom, és nem akarom rosszul mondani a nevét. Én nektek sok sikert kívánok, és hát én benne vagyok, hogy folytassuk, mert van még mit mondom. Hát még csak most érték ki Amerikában. Ez a legnagyobb. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és hát elmesélted az életednek egy bizonyos százalékát. Elég kis százalékát. De köszönjük, hogy jöttél, és itt voltál. Jó, köszönöm szépen. Akkor itt a végére nem marad más, mint nézd. Tudod, hogy szokta integetni? Oda, közösbe, légy szíves, integessél. Igen. Látod, ottól a Karasznak a keze van, ott lehet feliratkozni, mert 90%-a nincs feliratkozva, és ez ingyen van, ahol pedig az Attilának a fejétől oda meg teszek be. Ki lesz satírozva a playlistával. Azon meg ilyen műsorok vannak. Sziasztok, találkozunk jövő héten is. Sziasztok. Bye bye. Majd jövök.